A mai adásból kiderül, hogy az egyik szám miért kisebb, mint a másik. Hogyha a két szám közel van egymáshoz, akkor hasonlóan fogják aktiválni a kis és a nagy fogalmakat. Ha meg távol vannak, akkor eltérő ez a fajta asszociációjuk és aktivációjuk, és ezért könnyebb dönteni róluk. Viszont erről nem egy matematikussal, hanem egy kognitív pszichológussal beszélgetünk. A saját területünkön belül az biztos, hogy ez egy radikális váltást jelent. Szerintünk teljesen lecseréljük a klasszikus modellt, de ezt az idő fogja elnönteni. A vendégünk Krajcsi Attila lesz az ELTE kognitív pszichológiai tanszékének matematikai megismerés csoportjának vezetője. Amikor számok megértésről van szó, akkor csak a legelemébb dolgokkal szoktunk foglalkozni, ha látunk három tárgyat, honnan tudjuk, hogy az három. Iratkozzatok fel, mindjárt kezdünk! Sziasztok, én Robi Laci vagyok. Én pedig Habci. Külön köszöntjük azokat, akik Patreonon támogatnak minket. Ezzel nagyban hozzájárultok ahhoz, hogy hétről hétre tudjuk csinálni ezeket a podcast adásokat, illetve videókat is. Igen, mert hogy most már Youtube-on is jelen van a Szerter Podcast. Oké, okay, nem olyan videó, amit néhányan jeleztetek, hogy tök jó lenne, hogyha élő kamerák lennének a stúdióban. Olyan is Arra lesz biztos, hogy nincs Valamikor... kapacitásunk lehet, hogy valami jubileumi adásra kitalálunk valami hasonlót. Viszont mivel jeleztétek többen, hogy jó lenne, ha podcasten is fenn lenne, illetve volt egy kis mozgolódás most a magyar podcasterek körében, ilyen kis tapasztalatcserés, kerekasztal beszélgetéses dolog. Eszmecsere. Eszmecsere. Ugye vannak podcastek, amik eleve YouTube-on hallgathatók, Szólnak mellette és ellenne is érvek, mi meg úgy döntöttünk, hogy miért ne lennénk akkor két Minél platformon. Minél helyen vagyunk, annál jobb. Meg nektek is annál jobb, aki esetleg Igen, nem e, tudja elérni Kísérletileg máshogy. felraktuk most a múlt heti és e, úgy látszik, hogy örültök neki, úgyhogy töltjük ezen túl Youtube-ra is. Ráadásul ott is kommentelhettek Ugyanúgy, adásokhoz, ugyanúgy, mint máshol, és jött is komment a múltkorihoz, építő jellegű, építő jellegű. Rögtön, rögtön egy javítás, semmi gond, szeretjük az, az egyik az az én hibám volt, én hibáztam, ugye Mitch Moffitt és Greg Brown az SF Science uh, alkotói, akiknek a könyvét ajánlottuk. Igen. Nem amerikaiak, hanem kanadaiak. Hoppá. Uh, igazság szerint ez tudtam elvileg, csak nem gondoltam csak erre nem az adásban. Mondani. Amikor vágtam, akkor jutott eszembe, hogy várjunk, csak uh, de akkor már úgyis késő volt. Reméljük elnézitek nekünk végül is csak nem baj, nem neked picit. is jött egy ja, igen, igen, nem igen, beszólás igen. építő jellegű kritika. Igen, én a Teslát említettem, mint az a jármű, amit feltörtek nem régiben valamilyen hackerek, és ez nem Tesla volt, hanem egy Jeep. A Köszönjük. kommentelő szerint, úgyhogy köszönöm a javítást. Köszönjük de... a... De kö kötöm az ebet a karóhoz, mert én határozottan emlékszem, hogy volt egy olyan videó, ahol ö, egy tesztlát törtek föl, előkutatom majd valamilyen közül és berakom, hogy hogy nem tudom. Ha meg nem, akkor meg megírom, hogy igaza volt. Vagy addig gyorsan törjetek fel egy, egy tesztlát, hogy Hapcénak legyen igaza. Na jó, elsőnk neki akkor az a heti témánknak. Számokról lesz szó, matekozni fogunk. Ugyanis nagyon sokat vakartuk a fejünket egy cikk vagy cikk sorozat cikk áradat kapcsán, ami mostanában több uh, hírportálon megjelent, hogy új uh új elméleteket dolgoztak ki magyar kutatók a szám megértésre, de Habcival mi már abba beletörtük a bicskánkat, hogy a szám megértés sem értjük teljes egészében. <laughs> igen, igen, igen. Ö, elkezdtük fejtegetni, hogy ez egy régi modellnek egy megdöntése volt, és hogy az pontosan, hogy működött és ez, de végül is nem jutottunk sokra, úgyhogy üdvözöljük a stúdióban Krajcsi Attilát. Szia! Sziasztok! Te vagy az, aki meg tud minket menteni, menteni ettől a problémától, mert hogy a ti kutatócsoportotok foglalkozik ezzel a témával. Igen, hát először is nagyon sajnálom, hogy nem sikerült elég jó munkát végeznünk a sajtó közleménnyel, próbáltunk beleadni a apait, anyag, itt nagyon sok mindent leegyszerűsítettünk a munkánkhoz képest, de ezek szerint még mindig nem csináltuk elég jól. Le lehet, ez volt a baj túlságosan. <laughs> nem, vagy lehet, hogy nekünk van rossz affinitásunk a matekhoz, vagy a számokhoz, vagy ez a kettő összefügg? Most már kaptunk más visszajelzést is, hogy mások sem teljesen értették, úgyhogy gyanítom, <laughs> hogy, hogy velünk van a baj. Nem, ez most nem egy pszichológiai kibeszélő show lesz. <gül> hogy... <gül> Vagy, bí vagy bízunk benne. Annyit fogtunk fel az egészből, és ezt szerintem kristálytisztán állíthatjuk legalább magunknak, hogy volt eddig egy elmélet, ami valamilyen úton, módon magyarázta, hogy hogyan értjük a számokat, hogyan fogjuk fel őket. Ami viszonylag egyszerű módot feltételezett erre, vagy legalábbis egyszerűbbet, mint a mostani. Ezzel szemben jöttetek ti, akik forradalmasították ezt az egész nézetet, és azt mondtátok, hogy nem is így van, és innentől kezdve nehezen jutottunk dőlőre, hogy... Egyről a rá. kettőre, csak hogy akkor valami... Mi, is a, mi az, mind. amit eddig gondoltak arról, hogy hogyan értjük a számokat? Hát, hogy forradalmasítottuk azt nem tudjuk, az majd, az majd idővel kiderül, és az érdekes, hogy a mi modellünk tulajdonképpen a laikusok számára nem olyan meglepő. Valójában az a meglepő, és az volt a 60-as években is a meglepő, amit akkor tájt kitaláltak. Ugyanis a 60-as évek előtt mindenki azt gondolta, mint hogy valószínűleg a hallgatók is gondolják, hogy a matematika az egy komplikált dolog, erőfeszítést kell tennünk az iskolába, hogy megértsük, erőfeszítést teszünk, és még mindig nem értjük, és hogy ez valami fajta kultúra függő, csak emberre jellemző, magas szintű gondolkodási folyamat. És a hatalmas évek Végén egy nagyon érdekes kísérletet közöltek, majd adott esetben belemehetünk a részletekbe, de a kísérletből... Azt hiszem, adott esetben velünk is elvégzett. <laughs> Nagyon is könnyű elvégezni egyébként, meg a mi portálunkról is, a, kutatócsoportunk kutató a, a csoportunk oldaláról is le lehet tölteni olyan demókat, amivel bárki ezt otthon ki tudja próbálni, és valószínűleg nála is működik a jelenség. És Kísérletre magára visszatérhetünk, de előreugrok a konklúziójukhoz, hogy ők mire jutottak. Arra jutottak, hogy valójában a matematika az egyáltalán, legalábbis a matematikai megértésnek és a számmegértésnek a legalapja, az egyáltalán nem valami fajta nagyon magas szintű, csak emberre jellemző funkció, hanem egy olyan mintázatot láttak a, a, a kísérletükben, ami arra utal, hogy ez egy evolúciósan ősi rendszer, és rettentő egyszerűen működik, és mindig, amikor mi számokkal végzünk műveletet, akkor ez a nagyon egyszerű rendszer Aktiválódik. És az, hogy ez egy ősi rendszer és más fajoknál is megtalálható, ezt azóta a számos vizsgálat igazolta, vagy legalábbis azt gondolták, hogy igazolták, majd erre visszatérünk, gondolom. Gondolták, gondolták ők, hogy igazolták. De szóval nagyon sok ö, vizsgálat mutatta azt, hogy ö, különböző emlősök, madarak és néhány más. Ö, ö, gerincesnél is az ilyen mennyiségek becslés az pontosan ugyanúgy működik, mint amikor mi például arab számokat hasonlítunk össze, hogy mm. meg akarjuk mondani, hogy melyik a nagyobb, hogy az alapmechanizmus az teljesen ugyanaz. Ráadásul nem csak állatoknál mutatták ezt ki, nagyon-nagyon sok fajnál, hanem... A növényeknél is. Hanem növényeknél nem sikerült egyelőre, mert hiába kérjük őket, hogy forduljon a több, nem tudom, napra forgó felé. Nem teszik, de... Próbálták minél fiatalabb gyerekeknél is, akik nem tudnak beszélni. Sőt, amikor a leginkább feszítették a húrt, akkor csecsemőknél mutatták ki, hogy a csecsemők is nagyon hasonlóan hasonlítják össze és értékelik a mennyiséget. És a csecsemők alatt itt néhány napos csecsemőkre kell gondolni, sőt, volt, aki néhány órás volt. Az egyik kedvenc kísérletem ez De egyben. Azt, hogy tudták mérni, hogy egy néhány órás csecsemő hogyan hasonlít össze dolgokat? E, az... Szerintem a csecsemőnek legfeljebb. Egy dolog lebeg a szem előtt, vagy vagy egy páros szerv legalábbis, hogy minél hamarabb megtalálja a ez egyrészt igaz, van egy másik motivációjuk és ez a, ez a kísérletből is kiderült. Azt írták a tanulmányban, hogy a résztvevők körülbelül felét ki kellett zárni a vizsgálatból, ugyanis a résztvevők elaludtak. De, de ez. Kalkulált veszteség, ugye? Igen, ez, ez teljesen uh, uh, számítani lehetett erre. Uh, ez tényleg egy nehéz kérdés, hogy csecsemőknél hogy lehet ezt vizsgálni. Általában is bármit, ha csecsemőknél akarunk vizsgálni, az egy nagyon nehéz kérdés. A 90-es évek előttig vagy inkább azt mondom, 80-as évekig nem is nagyon tudtunk ehhez a témához hozzányúlni. Most, amikor azt mondom, hogy tudtunk, akkor általában úgy értem, hogy a kutatók általában a pszichológusok, tehát nem, nem a mi laborunkra gondolok ilyenkor, mi nem végeztünk egyetlen egy csecsemő vizsgálatot sem, de hogy ez általában is probléma, hogy a csecsemőket hogyan lehet vizsgálni, és a 80-as években vezettek néhány eh, paradigmát, feladatot, egy kísérlet típust, amivel jól lehet ezt vizsgálni. Például itt a számosság esetében az egyik gyakori paradigma az az, hogy a babák mutatunk folyamatosan mondjuk ponthalmazokat. Mutatunk egyet, azt látják egy kis ideig eltüntetjük, mutatunk egy másik ponthalmazt, megint eltüntetik, és ez így megy tovább. És általában ugye a, a babák, hogyha valami érdekes újszerű dolgot látnak, akkor azt nézik, és hogyha sokáig ismételgetjük ezeket a dolgokat, akkor egy idő után megunják, és nem néznek oda. El és elalszanak. hogyha rossz esetben elalszanak, de hogyha nem is alszanak el, elkezdenek másfelé nézni, és hogyha a szokásos ingerekhez képest mutatunk valami mást, és a babák látják, hogy ez más milyen jellegű, akkor újra elkezdenek odafigyelni. Aha. Tehát ilyenkor egyszerűen azt mérjük, hogy mennyi ideig nézik az adott ingert, amit vetítünk nekik, és akkor ez alapján tudjuk azt megállapítani, hogy tényleg látják-e a különbséget az új ingerben a régi típusúakhoz képest, vagy sem. És akkor ilyen vizsgálatokban, meg néhány más paradigmában hasonlóan trükkös eljárásokkal, hogy sikerült kimutatni azt, hogy a csecsemők is, mintha látnák, vagy értenék, vagy észlelnék mondjuk úgy ezeket a mennyiségeket, és észlelik azt, hogy ez több pont, mint a másik. Tehát akkor előre drótozva vagyunk, de ez logikusnak is tűnhet, hogy valami ősi uh, alapelemből épül fel, ami. Így van, és minden olyan. Nem? Valóban mi, minden olyan cikk, ami ennek az evolúciós uh, alapjait uh, próbálja kimutatni, ők mindig hangsúlyozni szokták, hogy hát nagyon is fontos, hogy a, hogy a majom tudja, hogy azt a bokrot válaszza, mint több gyümölcs van, meg hogyha az oroszlánok, ez egy másik gyakori példa, az oroszlánok uh, uh, harcba keverednek, akkor tudniuk kell, hogy hány üvöltést hallottak a konkurens csoportból, remélem ez így van, és az etológus kollégák nem, nem fognak majd nekem leveleket írogatni, hogy ez egyáltalán nem így van. Szóval, hogy, hogy felmérjünk dolgokat, és ahhoz a mennyiség az, az alapvető fontosságú lehet, és valóban ezzel is érvel mindenki. Na és akkor, tehát a 60-as években ezt fedezték fel, hogy van egy ilyen nagyon alapvető rendszer, és onnantól kezdve mindannyian a mi laborunkat is beleértve azt gondoltuk, hogy ez, egy, hogy ez valóban egy alapvető rendszer, és a számokkal kapcsolatban a kapcsolatos alapkísérleti pszichológiai kutatásoknak azt mondanám, legalább a fele ezzel a rendszerrel foglalkozik, hogy ez hogyan működik, hogyan alakul, hogyan alakul az érzékenysége mi a szerepe az iskola és a hétköznapi matematikában, és akkor erről sorra jelentek meg cikkek, tucat, tucatjai és százai, amelyek az... Mert azt, hogy ilyenek voltak, nem, hogy aki, akinek fejlettebbek ezek a készségei, jobbak lesznek matekból is. Így van, például az utóbbi 10-15 évben egyre több ilyen adat jelent meg, ami azt mutatta ki, hogy ennek, ebben az evolúciós ősi rendszerben vannak egyéni különbségek, vannak, akinek ez egy kicsit érzékenyebb, vannak, akinek kevéssé érzékeny, és az érzékenysége a rendszernek úgy tűnt, hogy összefügg az iskolai matek jegyekkel, illetve néhány éve egy olyan vizsgálatot is bemutattak, ahol az derült ki, hogyha ezt az evolúciós a nősi rendszert trenírozzuk, akkor automatikusan a magasabb szintű matematikai e, e, iskolai teljesítmény is javulni fog, anélkül, hogy közvetlenül azokat a, a matematikai feladatokat treníroznánk. Szóval mind a mai napig azt gondoltuk, és hát a kollégák egy jó része el még mindig ezt gondolja, hogy ez egy nagyon alapvető rendszer, ami mindenféle matek megértés hátterében ott van. És Enge akkor jöttetek ti? De várja, pont ez az, hogy jöttetek ti, engem már nagyon furdul a kíváncsiság, hogy ugye volt egy elmélet, ami sikerült igazolni, egy állatoknál is működik, párnapos csecsemőknél, vagy órás csecsemőknél is működik. Lehetett erre egy ilyen készségfejlesztő gyakorlati alkalmazást is találni. Az is tök jól működött, akkor ez egy tök jó elmélet, nem? Szuper elmélet volt. Mi néhány éve azon kezdtünk el gondolkodni, hogy az egyik perdöntőnek gondolt jelenség, ami ennek a rendszernek a, az aktivitását jelzi, az tényleg a rendszert jelzi-e. Elmondom először ezt a jelenséget, ez valójában ahhoz a kísérlethez kapcsolódik a 60-as évek végén, amiről, amit itt az előbb uh, diszkréten elhallgattunk, hogy uh, a kísérlet nagyon egyszerű volt, amit végeztek, és azóta is a vizsgálatoknak a nagy része használja ezt a feladatot, hogy a a számítógép képernyőjén megjelenik két szám, ebben az esetben két arab szám, tehát mint a bal oldalt az van, hogy kettő, jobb oldalt az, hogy hét, és el kell dönteni, hogy melyik a nagyobb. Azon az oldalon nyomunk egy gombot, ahol a nagyobb számot látjuk, és az alapvető felfedezés a, a, a 60-as évek végén az az volt, hogy a válaszidőt, a reakcióidőt ilyen feladatban elsősorban a számoknak az aránya határozza meg. Tehát, hogy az egyik szám mondjuk a hetet elosztjuk a kettővel, és akkor az egy, viszony, az egy sokkal nagyobb arány, mint hogyha mondjuk négyet és hármat látnánk, tehát a négyet Aha. osztanánk el a hárommal, és minél nagyobb ez az arányszám, annál gyorsabbak vagyunk. És ez akkor tájt a pszichológusoknak már egy nagyon jól ismert jelenség volt, hogy mi miatt van ez az arányhatás. Ezt már a 19. század óta ismertük, hogy a, a, a bármilyen észleleti ingernél, tehát fényerőnél, hangerőnél, súlynál, hogyha azokat össze kell hasonlítani, akkor a teljesítményünk a két inger fizikai intenzitásának az arányától függ. És ez azt mutatta, ezt már régóta tudtuk, tehát akkor, hogy az azt mutatja, hogy egy nagyon egyszerű evolúciósan ősi reprezentáció van a háttérben, ami hát az egyik lehetséges magyarázat szerint zajosan tárolja az adatokat, és minél nagyobb az adott jel, minél fényesebb tájról van szó, minél súlyosabb tájról, minél hangosabb hangról, és így tovább, annál zajosabb is ez a jel. És az egyre nagyobb zaj, ez azt fogja majd eredményezni, nem fogom elmagyarázni a részleteket, mert talán az most itt fölösleges lenne, de azt fogja eredményezni, hogy végsősoron a két értéknek az aránya a számít, amikor összehasonlítunk dolgokat. Szóval a 60-as években azt mutatták ki, hogy, a, hogy az arány az, ami számít, de ezt valójában nem mindig egyszerűen egy arányhatást néznek, hanem a mérés egyszerűségének a kedvéért egy egyszerűbb dolgot nézünk, majdnem mindig, nevezetesen a távolságot. Tehát, hogy a két számot kivonjuk egymásból, és hogy a két szám különbsége megjósolja a reakciót. Nevezetesen, hogy minél nagyobb a távolság, annál gyorsabbak vagyunk. Ez nem az arányszabály, de az arányszabályból következik, mert uh -huh. hát a nagyobb távolságú uh -huh. számok egyben nagyobb arányúak is. És megjelent egy kísérlet, sokkal később, úgy értem, most néhány éve, ami azt mutatta ki, hogy ilyesfajta távolsághatás nem csak számoknál, meg sorozatoknál látszik, hanem bármilyen szónál, ott a kísérletben azt kellett csinálni, hogy meg kellett nevezni képeket, a résztvevők hmm. láttak a sálat, szájat, Autót, mindenféle tárgyakat és meg kellett nevezni, és az derült ki, hogy az előző inger, amit előzőleg láttak, az befolyásolta a válasz időt, méghozzá úgy, hogyha az előző tárgy az valahogyan kapcsolódott, például a száj és a sál közelebb vannak egymáshoz, mint mondjuk az autó. És szóval, hogyha már szemantikusan ö a aha. jelentés a szempontjából akkor ezekben az esetekben, amikor, amikor közeliek jelentés szempontjából, akkor erősebb ez a befolyásoló hatás. Tehát valójában ez a befolyásoló hatás, ez a két szónak a szemantikus távolságától függött. Na most ez, ez pontosan ugyanolyan távolsághatás, mint amit a számoknál is látunk, és az az érdekes ebben a képmegnevezési kísérletben, hogy, egy, hogy a Képeknek meg a szavaknak a reprezentációja az nem lehet ugyanaz a reprezentáció, mint amit a számoknál feltételeztünk akkor, vagy amit a fényerőnél, mert ezeknél a fizikai tulajdonságoknál a reprezentációt ezt kb. úgy kell elképzelni, mint egy számegyenest. Ezzel szemben a szavaknál egyáltalán nem számegyenes, ezt egy számegyenesre nem lehet fölrakni, hogy a legkisebb a száj, után, van a sál, aztán az autó, aztán az elefánt, mert ennek nincs értelme, ezt nem egyetlen egy dimenzió mentén ö, rá, hogy... ö, rakjuk fel. Hanem ugye a szavaknál, meg a tárgyaknak a, nem is tudom, a kategó azt manapság úgy képzeljük el, mintha egyfajta háló lenne. Vannak csomópontok, ezek össze vannak kötve, mindenki azzal van összekötve, akihez valami köze van. Mondjuk a kutya össze van kötve azzal, hogy ugat, meg hogy csont, de nincs nagyon összekötve azzal, hogy autó. És ez a fajta hálózat, a, 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 a kép megnevezési kísérlet szerint szintén produkál távolsághatást, és ez ütött valójában szöget a fejünkben, hogyha egy szótárszerű rendszer tud ilyen távolsághatást produkálni, akkor honnan tudjuk, hogy a számok esetében nem egy ilyen hálózat okozza ezt a, ezt a ö, távolsághatást, honnan tudjuk, hogy az a távolsághatás valójában egy arányhatás következménye, és egy egyszerű, mondjuk úgy számegyenes okozza. És ez volt a mi kiindulási pontunk, és kezdtünk el ezen gondolkodni, hogy végsősoron milyen bizonyítékunk van arra, hogy tényleg egy arányhatásról van szó, és nem valami más, például nem egy hálózat van a háttérben. Ezt nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogy teszteltétek ezt az elképzelést, de szerintem szünet után beszéljük ezt meg. A szertárt önerőből készítjük, így ha hozzá tudtok járulni a költségeink fedezéséhez és esetleg a technikai fejlesztésekhez egy jelképes havi összeggel, azt megköszönjük. A Patreonon minket támogató előfizetőkre adásul már csütörtökönként hozzájuthatnak az aktuális heti adáshoz. A Patreon oldalunk címe www.patreon.com per szertár. Köszönjük a támogatást! Folytatjuk a beszélgetés Krajcsi Attilával. Ott hagytuk abba, hogy mi volt az az alapvető gondolat, ami alapján elkezdtek, elkezdték ezt az új elméletet felépíteni a számok megértésével kapcsolatban. És a Laci arra kérdezett rá, hogy milyen teszteket csináltatok ezzel kapcsolatban. Mik Én biztos, el? hogy nem tudnék nekiállni most ezt tesztelni, hogy ez, ez most ezt a, a hálózatot, azon belüli távolságarányokat vizsgálja, vagy... Ez Nem nekünk is nagyon sok fejtörést okozott, ugyanis első körben, amikor elkezdtük végig hogy tegyük fel, hogy tehát a háttérben nem egyfajta számegyenes van, ami arányhatást produkál, tehát nem ez az ősi, evolúciósan ősi rendszer, hanem például egy olyan szótárszerű rendszer, mint amit a nyelv is használunk. Ahogy elkezdtük végig ezt a modellt, és elkezdtük végig hogy milyen adatok vannak a szakirodalomban, arra jöttünk rá, hogy a mi modellünk is mindent meg tud magyarázni abból, amit a szakirodalom korábban. Ezzel az evolúciósan ősi rendszerrel magyarázott meg. Sőt, a két modellnek teljesen ugyanaz a jóslata az, is, az ismert uh, jelenségekre. Úgyhogy az ismert jelenségek alapján nem nagyon tudtuk megállapítani, hogy uh, melyik modell a helyes. Valójában volt néhány apró jelenség, azt már igazán nem merném itt a rádióban elmagyarázni, mert nagyon apró részlet, elég sok háttérismeretet kellene elmagyarázni, amik egy kicsit arra mutattak, Tudod, hogy ezzel csigázott fel az érdeklődésünk. <laughs> Erről nem vesz. Megpróbálhatunk neki futni, de azt hiszem sok hallgatót fogtok veszíteni. Szóval, hogy volt néhány nagyon apró jelenség, ami azt mutatta így utólag visszanézve is, hogy azok nem illettek bele a klasszikus modellbe, és a mi modellünk meg tudta magyarázni, de nem voltak nagyon-nagyon meggyőző, meg nagyon perdöntő adatok. Úgyhogy elkezdtünk azon gondolkodni, hogy, hogy hogyan tudnánk ezeket kimutatni, és nagyon trükkös eljárásokat kellett kitalálnunk, sokszor új elemzési módszereket kellett bevezetni. és csak hogy a, a nehézségi jellegét ö, ö illusztráljam. Az egyik első tanulmány, amivel elkészültünk, abban volt három darab kísérlet, amit, amit, beraktunk a cikkbe, és ahhoz, amíg eljutottunk addig a három kísérlethez, majdnem 30 kísérletet kellett lefuttatnunk, mi megtaláltuk azt a paradigmát és eljárást, ami meggyőzően tudta kimutatni, hogy, hogy valóban, a, a, hogy, hogy, az tényleg el tudja dönteni, hogy melyik modell a helyes, és ahol az jött ki végül, hogy a, hogy a miénk tűnik helyesnek. Az egyik ilyen teszt, több ilyen tesztünk van, az egyik, amelyik mostanában, ami most jelent meg éppen, és ennek a apropóján beszélgetünk itt, az azt vizsgálta, hogy tényleg arányhatás van-e a háttérben, vagy pedig ez a távolsághatás és még egy valami. Ki kell egészítenem még a történetet, hogy mit mondanak ezek az elméletek, hogy a klasszikus elmélet azt mondja, hogy arányhatás van, és amikor a távolsághatást nézzük, és van egy másik hatás, is, amit nézni szoktunk, a nagysághatás, azt elmondom majd akkor, hogy az micsoda, az valójában mind a két hatás csak az arányhatásnak a különbsége. A nagysághatás mm. az egy egyszerű dolog, minél nagyobb számok hasonlítunk össze, annál lassabbak vagyunk. És az arányhatás ezt úgy tudja megmagyarázni, hogyha például megnézzük, hogy a 8-9 között arányaiban mekkora különbség van, az egy pici különbség, az 1-2 között pedig nagy különbség van százalékban kifejezve. Úgyhogy Mert hogy ilyenkor be kell indulni az agyunknak, és el kell kezdenie ténylegesen kiszámolni a... Ilyenkor az történik a klasszikus arányok. modell szerint, hogy a két számot rárakjuk erre a mentális számegyenesre, és mivel minél nagyobb, a szám annál nagyobb a hozzátartozó zaj. Ezért a 8-ashoz és a 9-eshez relatíve nagy zaj tartozik, és eléggé átfed a két jel. És De. ezért ott nehéz kibogoznunk, hogy melyik is a kisebb vagy a nagyobb. Az 1-2 esetében ott a zaj is relatíve kicsi, ezért a két szomszédos jel nem zavarja be annyira egymást, nincs akkor a nagy átfedés a két zajos jel között. De ez és ez egy a számoknál is ugyanúgy működik, tehát 26 milliárd 210 millió 821? A, a, a klasszikus modell szerint igen, bár nem tudjuk, hogy ez a rendszer ez meddig működik. Igen, tehát, hogy a mi határa. Hogy igen, tehát, egy hogy ezeket az úgynevezett csillagászati számokat, amiket többnyire nem szoktunk felfogni, a költségvetés számait se szoktuk többnyire felfogni, hogy ezeket. Ez a nagy örömének? Van egy olyan benyomásunk, hogy nekik sem sikerül. De minden esetre a, a, ezeknél a nagy számoknál nem tudjuk, hogy meddig tud elmenni ez a rendszer, hogy mondjuk a százas vagy az ezres nagyságrendet, tudja sok vizsgálat azt mutatja, hogy a tízes, talán a százas nagyságrendet még tudja, utána lehet, hogy már egyéb mankókra van uh -huh. szükség. Megint hangsúlyozom a klasszikus modell szerint. Tehát visszatérve a, a, az előző pontunkra, ott, tehát a nagysághatás azt, tehát azt jelenti, hogy a nagy számokat gyorsabban hasonlítjuk össze, és amiatt, mert hogy a, ezen a számegyenesen a számhoz tartozó zaj relatíve nagy, a nagy számoknál is jobban össze lehet őket emiatt keverni. És ez, az, ez a zajos átfedés, amit elmagyaráztam, ez valójában ugyanaz, mint az arányhatás. Hogyha most a hallgatók nem látták át azonnal, hogy ez ugyanaz, mint az arányhatás, Bocsájjuk ezért meg. igen, ez, 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 ez nem egy triviális dolog, de minden esetre, ami most itt nekünk fontos, hogy a nagysághatás az ugyanúgy az arányhatásnak a következménye. Tehát azért van nagysághatás, mert az arányhatás működik. Ugyanabból lehet levezetni akkor? Ebből lehet levezetni tulajdonképpen, vagy a miért nagysághatás, hát az az arányhatásnak egyfajta mérési módja. És tehát a klasszikus modell azt mondja, hogy akár a távolsághatást nézzük, akár a nagysághatást, az ugyanaz a dolog, az az arányhatásnak a következménye. A mi modellünkben ez teljesen másként van. A távolsághatás és a nagysághatás az szerintünk két teljesen különböző dolog. A távolsághatás az olyasmi miatt van, ezt most már egy másik mérésünkből látjuk, hogy az egyes számok asszociálódnak valamennyire a kicsi és a nagy fogalmával például az egyes és a kettes erősen asszociálódik a kicsivel, azért, mert ők relatíve kis számok, a 8-as meg a 9-es viszonylag relatíven asszociálódik a nagyjal, azért, mert ők relatíve nagy számok. Tehát akkor ezeket Tanultuk így? Ezeket tanultuk. Menet közben? Menet közben tanuljuk, és kialakul az az asszociáció, hogy milyen gyakran szoktuk összekapcsolni azt, hogy 9 és nagy, meg azt, hogy egy és kicsi. És amikor össze kell hasonlítanunk két számot, akkor a mi modellünk szerint az történik, hogy a, ezek a számok valahogyan aktiválják a kicsi és a nagy csomópontokat. Ez is egyfajta ilyen szótárszerű hálóban történik, és hogyha a két szám közel van egymáshoz, akkor hasonlóan fogják aktiválni a kis és a nagy fogalmakat. Ha meg távol vannak, akkor eltérő ez a fajta asszociációjuk és aktivációjuk, és ezért könnyebb dönteni róluk. Aha. És emiatt van ez a távolság hatás. Na de várjál, akkor lehet, hogy én értem rosszul, de akkor az egy meg a kettő is aktiválja azt, hogy hogy kicsi. Az előző elméletben, amit mondtál, hogy ott kicsi a zaj, akkor tök könnyen el tudom különíteni. De ha ez mind a kettő a kicsit aktiválja, akkor ott nekem nem nagyon van különbség a között, mintha mind a kettő mondjuk a nagyot aktiválná, vagy az átlagosat. Vagy ez a... egy kicsit az a probléma, amit az előbb is mondtam, hogy a legtöbb esetben a két modell ugyanazt fogja jósolni. De aztán itt lesz majd egy elágazási pont, ahol a két modell radikálisan mást fog jósolni, és ha. ott el tudjuk különíteni, hogy vajon melyik a helyes. Szóval Akkor viszont... előre rohantam. <laughs> A, vagyis hát igazából visszautaltunk arra, amit korábban mondtam, de ez nem csoda, elég komplikált az egész történet, úgyhogy ha időnként érdemes előre meg hátra utalnunk, az valószínűleg segíti a megértést. Szóval a mi modellünk szerint egyfelől ez a távolsághatás, ez egyszerűen csak valami fajta ilyen asszociációs kapcsolat, és a nagysághatás az meg egy ettől teljesen független folyamat, azt mi gyakorisági hatásnak gyanítjuk. Ugyanis azt már régóta tudjuk, hogy a számok a hétköznapi életben nem ugyanolyan gyakorisággal fordulnak elő. A kis számok gyakoribbak, mint a nagy számok. <laughs> a, lot, a, lottószámok, számok ők egy ellenpélda, ők teljesen egyenletesen. igen, ők teljesen egyenletesen fordulnak elő, de Hogyha visszagondolunk, hogy mondjuk az elmúlt héten hányszor hallottuk azt a szót, hogy három, valószínűleg többször, még azt, hogy 68.572, valószínűleg egyszer sem, és akkor, hogyha ilyen szöveg, ö, ö, nagy szöveg, korpuszokat, nem tudom ezt, hogy mondjuk magyarul szépen, tehát ilyen nagy szövegtömböket szöveg, el. elemzünk, és megnézzük ezeknek a számneveknek a gyakoriságát, akkor jól lehet látni, hogy az egy az nagyon gyakori, a kettő ritkább, és így tovább, és a szám gyakorisága, meg az értékek közt egy ilyen hatványszerű függvénykapcsolat van. Na és akkor azt meg már a, a, az ilyen szótárszerű működésekből régóta tudjuk, azt régóta tudja a pszicholingvisztika, hogy ha egy szó gyakori, akkor azt gyorsabban feldolgozzuk. Ha egy számnév gyakori, akkor azt is gyorsan fel kell dolgoznunk, és ezért azt mondtuk, hogy hát azért lassú a nagy számoknak a feldolgozása relatíve, mert azok ritkábban fordulnak elő, és nincsenek annyira jól bejáratva. És hogy a, ez a nagysághatás ez nem az arány miatt van, hanem amiatt van, mert a nagyszámok kevéssé gyakoriak. Hű. És az az érdekes, hogyha a mi modellünkben ezt a távolság meg nagysághatást összerakjuk, és ilyen matematikailag összegyúrjuk, az nagyon-nagyon hasonlóan fog kinézni, mint hogyha az arány, Jóslatát nézzük. Tehát az, ennek az arányhatásnak a Jóslata és a mi modellünknek a kombinált Jóslata nagyon-nagyon hasonló. Nem véletlen, hogy a kutatók évtizedeken keresztül össze tudták keverni, mert a két modell nagyon hasonlót jósol. Úgyhogy amikor a kutatók azt nézték meg, hogy az arányhatás igaz-e, és azt látták, hogy elég jól megközelíti a valóságot, akkor tényleg igazuk van, volt, mert tényleg megközelítette a valóságot, de az a mi, mi véleményünk szerint az csak egy véletlen volt, mert hasonlít arra, amit a, például a mi modellünk is jósol akkor itt érkezünk el ahhoz, hogy mi hogy tudtuk tesztelni, hogy hol van egy fontos eltérés a, a a két modellben, hogy a klasszikus modell szerint akár nagysághatást mérünk, akár távolsághatást, az egyetlen egy dolgot mér, az arányhatást. Míg, hogy, míg a mi modellünk szerint ez a két dolog, két teljesen független dolog. És Kihasználtuk azt a, azt a lehetőséget, hogy bármilyen képességben vannak egyéni különbségek, van, akinél az egyik képesség jobb, rosszabb, a másik szintén ettől függetlenül lehet jobb és rosszabb. Mm -hmm. De a klasszikus modell szerint, ha távolság és nagysághatás az ugyanaz a dolog, akkor ott azt kellene lássuk, hogy akinél jól működik a távolsághatás, annál jól fog működni a nagysághatás, és akinél rosszul működik az egyik, rosszul fog működni a másik is. A mi modellünk szerint viszont elképzelhető, hogy teljesen független a kettő és ezt mértük meg, hogy vajon a két hatás szorosan összefügg -e, hogyha így emberek között összehasonlítjuk, vagy nem, és azt találtuk, hogy... De hogy, hogy tudjátok mérni? Mi az a módszer, amit tehát ha mondjuk én lennék az egyik tesztalany, én mivel szembesülnék? Elém nyomtok egy papírt, ami x kell? Egy és egyrészt arab számokat látnál, baloldalt oldalt 7, jobb oldalt 2, és meg kell nyomni azon az oldalon a gombot, ahol a nagyobbat látod. Hmm. És volt... Sokkal izgalmas. igen, tehát azt mindig kell figyelnünk, hogy a kísérlet például nem lehet hosszabb egy óránál, mert Különben a felnőtt is elalszik. A felnőttek elalszanak, és elkezdenek nem figyelni, és értékelhetetlené válik a, a válaszuk. Szóval nem, nem lehet akármilyen hosszan csinálni, és mindig szoktuk biztatni a, a résztvevőinket, hogy tartsanak ki, tényleg nem egy szórakoztató feladat, és ez az egyik feladat, amit használunk, egy másik feladat meg az, hogy ponthalmazokat látunk, azt uh -huh. meg úgy képzeljétek el, hogy a bal oldalt van 15 pont, egy kupacban jobb oldalt meg 25, és meg kell mondani, hogy melyik a több. Ez sem szórakoztató, és ebből Jön néhány száz próba. Tehát egy, nem tudom, háromnegyed órán keresztül nyomkodni kell a gombokat, később két másodpercenként kb. Ez jön a ingeres... egy, Egyetemisták többnyire a résztvevőink, ők szerencsére viszonylag jól tűrik a monotonitást, mert előadásokon ülnek. Fel. Hát a jobb Én... jegyet kapnak a következő ügye. Erre szoktak-e jegyet kapni, igen. Szóval hogy ez volt a feladat, és akkor azt találtuk, hogy ha arab számokat nézünk, Ö, még, bocsánat, még valamit kell mondanom, mert én most eddig úgy tettem, mintha mi azt mondanánk, hogy ez a távolság és nagysághatás mögött mindig ez a szótárszerű rendszer állna. Valójában egy fokkal árnyaltabb a modellünk, azt mondjuk, hogy akkor van ilyen szótárszerű rendszer, hogyha szimbolikusan dolgozzuk fel a számokat. Ez azt jelenti, hogy ha arab számot látunk, számneveket hallunk, római számokat dolgozunk fel, és így tovább. bármi, ami szimbolikusan jelöli a számokat, azt ezzel a szótárral tároljuk, és ezzel fogjuk részben feldolgozni. Te de akkor is így működne, hogyha egy fülhallgató lenne a fülemen, és azt mondaná a hang, hogy, hogy 7 métszer. És akkor van. nekem. Bármilyen nyelven, amit én... ismerünk, Aha. akkor az így működne. Ezért, ezért szerepel a cikknek a címében is, mert ki volt telep, emelve, hogy indórab számokra vonatkozik ez is, azt akartam kérdezni. Így kérdez, van, mert hogy... csak specifikusan, szimbolikus számokra érvényes ez a fajta elmélet. És amikor nem szimbolikusan látjuk a számokat, például ponthalmazokat, vagy hallunk egy csipogás sorozatot, vagy kopogás sort, vagy ugrá Látunk néhányat, ez mind nem szimbolikus, és hogyha nem kezdjük el tudatosan számolni, hanem csak úgy figyeljük, mondjuk akkor úgy, akkor, akkor ez egy más rendszer, ott mi is azt mondjuk, hogy ez a klasszikus modellszerű dolog fog működni, egy olyasfajta mm -hmm. reprezentáció. De, és akkor emiatt azt néztük meg, hogy ponthalmaz összehasonlításnál, illetve a rabszám összehasonlításnál ez a két említett hatás, ezek ők együtt járnak, vagy külön vannak. És azt találtuk, hogy arab számoknál teljesen külön van a két hatás, semmilyen összefüggés. Nem mutat, ha valaki az egyikben jó, a másikban nem lesz jó, vagy nem, nem jósolja meg sehogyan sem, míg a pont összehasonlításnál tökéletesen együtt jár a kettő. Tehát aki az egyikben jó, az a másikban is jó lesz, az, aki az egyikben rossz, másikban is rossz. Az. Tehát azt mutatja, hogy pont Minket az lepett meg, hogy ennyire szépen kijött az eredmény. Aha. Ö, hát a korrelációs együtthatóknak az előfordulási gyakoriságáról tudnék mesélni, hogy milyen gyakran szoktunk látni különböző mutatókat, hát akkor ha már ilyen technikai részletnél vagyunk. van egy vagy matematikai mutató, ami megmondja, hogy két változó milyen szorosan jár együtt, hogy ha nulla, az azt jelenti, hogy ők tökéletesen függetlenek egymástól, ha egy, akkor pedig azt jelenti, hogy tökéletesen együtt járnak. Most a pszichológiában, bármit mérünk, az mindig zajos szokott lenni, olyan értelemben, hogy nem látjuk pontosan a jelet, például, ha egy kell kitölteni, akkor függ Attól, hogy az illetőnek épp milyen napja van, ivott-e kávét előtte, hasonló tesztet kitöltötte korábban, milyen a kérdőív kitöltési stílusa, és így tovább. Tehát egy csomó dolog befolyásolja a végső pontértéket, és nem csak az a képesség vagy tulajdonság, amit mérni akarunk. Tehát mindig zajos szokott lenni. És emiatt a zaj miatt mi sosem fogunk a pszichológiában tökéletes együttjárást látni. Tehát, hogyha egy pszichológus ezen a nullától egyik skálán mondjuk 0,7-es értéket lát, akkor az egy nagyon kivételes alkalom. És általában mondjuk 0,2-es, meg 3-asnak is már időnként örülni szoktunk. Na és akkor ehhez képest, hogy így egy kontextusba raktuk, az arab számoknál ez, a, ez az összefüggés az olyan 0,2-es volt, és a mi nagyon kis elemszámunknál ez nem tért el lényegesen a nullától. Ezzel szemben a ponthalmaznál, ahol viszont tökéletes együttjárást láttunk, ott 0,8-as együttjárás volt, de van egy eljárás, amivel a, ezt a fajta zajt valahogy a matematikailag lehet szűrni, és ha ezt kiszűrjük, akkor az együttjárás 0,98. Ez nagyon-nagyon meglepő volt, ilyet soha az életben nem láttunk, nem, nem a saját laborunkban sehol nem láttunk publikálva ilyen szoros együttjárást. Tehát úgy tűnik, hogy ez tökéletesen, ö, valóban a nagyság és a távolsághatás pont összehasonlításnál tökéletesen együtt jár. Ez pont azt mutatja, hogy nem szimbolikus számkezelésnél valóban olyasmi mechanizmus lehet, mint amit a klasszikus modell mond, hmm. de a szimbolikusnál valami teljesen mást kell elképzelnünk, például azt, amit mi is amit mondunk, tím, hogy mintam. akár valamilyen szótár van a háttérben. Most következzen egy kis szünet, aztán folytatjuk a beszélgetést. Jön a hírkvíz első fordulója. A hízította már a telefonján azt a hírt, ami következik. És? És halljuk. Üm, így szól, ősmaradványokról már volt szó. Aha. pont egy jó pár adásra ezelőtt, amikor egy tengerparton egy csaj talált valamit, ez volt a te kérdésed, Ugye az is Valami... volt, meg múlt héten a ja, egy dinoszaurusz volt. Igen, 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 úgyhogy nem engedjük el ezt a témát, még egy picit ezen, <síthat> ezen maradva. Egy ősmaradvány vadász észak-kelet Anglia partjain sétálva valahol egyszer csak, egy, egyszer csak egy barna kavicsot talált, ami nagyon furcsa mintázatot vagy lenyomatot mutatott. Most mit rööksz? <síthat> 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 Jaj, ne olvastad a hív. Csak nem egy dinoszaurusz, hogy volt. Ah, igen, az volt. Jaj, mert nem tudom, mond tovább. Jó, azért, azért befejezem. Kiderült, hogy egy 133 millió éve élt Iguanodon egy részét találták meg, Ezt nem és tudtam. Ö, paleontológusok különböző vizsgálatokat végeztek rajta, elektromikroszkópos és CT-vizsgálatok, és kiderült, hogy ez az első dinoszaurusz. Így van. Köszönjük, Laci! Egyébként a válaszok között még egy nemiszer volt, illetve a szív, amire még lehetett volna tippelni. Az a vicc, hogy én is ezt a hírt hoztam volna, de az utolsó pillanatban úgy döntöttem, hogy nem, nem ezzel fogok foglalkozni, hiszen most a csapból is ez folyt. Igen, igen, elég sok most Gondoltam, te is biztos beleütközöl, úgyhogy. A legközelebb ami kevésbé populárisat keresek, sajnálom. Erre nem találtunk ki megoldást, hogy ilyen esetben kinek jár Le... pont, vagy Mert ez az pont, első pont, ilyen, ilyen történő <laughs> pillanat, ilyen még nem volt. Történelmi pillanatnál járunk. Na jó, mondjam ezek után az enyémet? Vagy? Mondjad, mondjad, persze. Hát valamennyire ilyen historizáló hangulatban lesz az enyém is. A múlt héten úgy néz ki, hogy beindultak az evolúció genetikusok, egy barcelonai kutatócsoport például most publikálta a Science-ben, hogy a bonobók és a csimpánzok között a történelem során legalább két időszakban is volt génáramlás. Értjük, mit jelent? Pároztak. Pároztak, rendszeresen. Holott a két faj már 1,62 millió évek külön vált egymástól, Mondjuk a bonobók esetében ezen nem nagyon csodálkozunk, hogy, hogy erről volt szó, hogy ők szeretik beteljesíteni a testi gyönyöröket mindenféle formában. A majom világ szexfüggői. Így van. Viszont egy amerikai kutatócsoport egy másik faj esetében is felfedezni vélt egy rokonnal való intim együttlétet. Óha! Melyik fajról van szó? Talán csak nem a... A dinoszaurusz. Az emberre gondoltam, de... A. Az is közte van a lehetőségek között, hiszen arról van szó. A. Krokodilokban mutattak ki pár tízezer évvel ezelőttről származó aligátor DNS-szekvenciákat. Ja, hogy így, értem, igen. B. Ahogy kérted, emberben találtak olyan szakaszokat, amelyek egy eddig nem ismert hominidától származik. C. Zsiráfok és gerenukok, ugye zsiráfnyakú gazellák, párosodgathattak bő fél millió évvel ezelőtt. Mm -hmm. Sokat segítene például, hogy így az élőhelyek, a krokodilok meg az aligátorok esetében. Van olyan hely, ahol együtt élnek. Igen? Floridában például. Igen, nekem is, egy amerikai helytet, együtt aztán, Különböző néseket töltenek be, az egyik sós, a másik édesvízben, mm -hmm. de vannak. Tehát előfordulhat. A brakvizek, vagy hogy hívják ezeket? Így van, Tehát ahol a, a sósfűk az édes találkozik. találkozik. Aha. Ezt nagyon magabiztosan mondom, hiszen erről van szó, úgyhogy ezért tudom. Krokodíva. ezt mondja, igen. és a, a zsiráf, meg a milyen nyaku? Zsiráf, meg a. Hát a, a zsiráf gazella. gazella. Gerenuk. Aha. G Gerenuk. Hát ezek is akkor biztos Afrikában élnek mindketten. Vagy Aha. Legalábbis. Uh -huh. Uh -huh. Igen. Nyilván <laughs> ezek nagyon közel vannak egymáshoz. Ez a Gerenuk simán lehet valami ázsiai vagy akár dél-amerikai is. Az embert? azt ki, nem tudom, az nem annyira. Mi? Hát azt tudjuk, néhány, talán egy évtizedes hír, hogy, hogy a neandervölgyiek DNS-ét kimutatták bennünk, tehát ugye voltunk jó viszonyban a neandervölgyiekkel. Igen, igen, igen. Csak gondolom az embernek Sőt, a leszármazása... volt egy 2008-as talán, 2008-as lelet ez a... Na, puskázás? Csak mit? Nem, <laughs> most csak puskázzá ránéztem a, igen, igen. a Tudod, egy ennyi szobai ember, amit uh, Szibériában, vagy az Altályi hegységben találtak, tehát náluk is volt uh... géntranszfer. Nevezzük így. Öh. Úgyhogy ezért úgyhogy mi is nagy kuljanak voltunk annak idején. Még... <laughs> Jó, én megjelölöm a krokodilokat bármennyire is itt az emberekkel akarsz megjelölni. De hát az elején az embereket mondtad, Hapszikám, nem hogy... akarod azt megjelölni? Hogy biztos engem? az lesz a... hogy biztos az is benne lesz. Nem, a krokodilokat akarom. Hát rosszul tetted. <gül> <Az> <gül> Ugyanis valóban a neandervölgyi és a gyennyiszavai ember mellett lehetett egy harmadik Aha. hominida is ezen a vonalon. Ennek a maradványait még nem találták meg, de a genetikai nyomok alapján valószínűsíthető, hogy létezik. Melanéziai embereket vizsgáltak, és ott mutatták ki, hogy van ott valami, ami, ami valószínűleg a neandervölgyiekhez közel állhat, de nem igazán tudják, hogy mi az. Ráadásul ettől függetlenül is volt egy kutatócsoport, akik ausztrál lakosokban találtak meg Bizonyos nyomokat gondoltak arra, hogy esetleg ez a híres, gyennyiszobai ember, amiből talán egy lábúj percet, meg egy, egy nem tudom valami, nagyon-nagyon keveset találtak meg eddig egy barlangban. <laughs> <laughs> hát orcimpát <laughs> valószínűleg <gül> de igen, valami igen. Csövet, csövet, csontot. Uh, viszont ezt rögtön relativizálta is ezt az eredményt egy statisztikai genetikával foglalkozó hölgy, Elizabeth Du, mondta, hogy hát. Abból a fajból nagyon keveset találtunk, lehet, hogy nagyon nagy volt a variabilitása, nagyon elterjedt volt. Uh -huh. Úgyhogy lehet, hogy tulajdonképpen a Neandervölgyi és ez a másik ember volt, nem pedig egy harmadik, de azért. Tehát nem tudjuk biztosan. Biztatóak elégét. a genetikai Hát, ha sem biztosan. Hát egy elveszett rokon egy nap becsönget, hogy <laughs> egy ilyen ember van oda. Gyerektartás díjat követne. <laughs> Na jó. Um... Hát ezt, ezt nem tudjuk értékelni, hogy, hogy milyennek a fordulónak az állása, mert az egyik hír az úgy. is másolódott. A másik meg. Hát nézzük majd a visszavágót nézzük jó, a második fordulót, és azt fog igen. Krajsiatillánval ott hagytuk abba a beszélgetést a szünet előtt, hogy hogyan is dolgozták ki ezt az elméletet, ami most ilyen nagy portkara volt, mert hogy forradalmasítani látszik majd itt a szemmegértésnek a háttér anyagát. Valahogy így azon gondolkodtam közben, hogyha ez valóban egy olyan forradalmi elméleti nem esedik, mint amilyet vártok tőle, akkor ez körülbelül olyan lehet, mint a fizikában mondjuk a standard modell bevezetése, vagy mondjuk a relativitás elméletet behelyezni a, a klasszikus fizikába, mint egy kiegészítésként. Tehát nem, nem felülírja az eddigi összes elképzelést, hanem pontosítja, és úgy tud válaszokat adni bizonyos kérdésekre, hogy addig nem lehetett. Ilyen, ilyenről ti álmodtok? Te, te, hogy ó, ez te jó lesz, én, én leszek majd a pszichológia Einsteinje. Nobel-díjat semmiképp sem fognak ilyesmire adni. Olyan értelemben, de volt már pszichológus, aki kapott Nobel-díjat. Pszichológus, de. mondjuk közgazdasági Nobel-díjat és egy más típusú témára, ennél a témánál kizárt, hogy, hogy ilyen történjen. Őszintén szólva, ha meg kellene ítélnem, hogy ennek a, 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 kut, a kísérleti pszichológia többi szempont részéből nézve, mekkora jelentősége, semmiképpen nincs akkora jelentősége, hogy az Nobel-díjat érdemeljen. Nem lenne ez nekem rossz, ha így lenne, de nincs így. <laughs> És a, a a saját területünkön belül az biztos, hogy ez egy radikális váltást jelent. Itt megint hangsúlyoznám azt, hogy ez most forradalmi változása, vagy sem. Szerintünk teljesen lecseréljük a klasszikus modell, de ezt az idő fogja eldönteni, meg a, a, a további adatok, meg a tudományos vita erről. Mi, amit eddig látunk ebből, sok vizsgátunk készen van is uh, küldjük be őket folyamatosan szaklapokba, amit eddig látunk, az az, hogy kivétel nélkül mindegyik adatunk a, a mi modellünket erősíti, és úgy tűnik, Aha. hogy a klasszikus modellel van néhány. Nagyon komoly komoly probléma, ami fölött vagy elsiklottunk, vagy az utóbbi években egyre többen elkezdték ezt firtatni, hogy valami nem stimmel. És a bírálók hogy fogadják? A bírálók nagyon vegyesen fogadják, ez nekünk sok fejtörést okozott. A bírálóknak a, az egyik része, nagyjából három csoport van, az egyik része azt mondja, hogy ez nagyon érdekes ötlet, tényleg teljesen más felfogás és a az alapján, amit mi mutattunk, tényleg úgy tűnik, hogy, hogy meg, tud muta, meg tud magyarázni csomó mindent, amit, a, amit a klasszikus modell nem. Egy másik részük nagyon idegenkedik az egésztől, és most finoman fogalmaztam, tehát teljesen szürreális lektori véleményeket, meg szerkesztői véleményeket is kapunk. Az irítség beszél belőlük mindössze. N néha nem tudunk mást feltételezni, mert azt már nem tudjuk felt, hát nem is az irítség, de minden esetre valami fajta ragaszkodás ahhoz a, a, megszokott és bejáratott modellhez, amit, amiket ők ismernek, mert ezt nem tudjuk sok esetben feltételezni, hogy, hogy, hogy ennyire nehezen értsenek meg bármit is. Hadd mondja két, két példát, mi nagyon, ami nagyon meglepődtünk. Az egyik például vagy hát tulajdonképpen nem lepődtünk meg, de attól még, mégiscsak furcsa ezt látni, hogy egy, egy, rangos folyóiratba beküldtük az egyik tanulmányunkat. Egyébként éppen azt a tanulmányt, ami most egy másik egyébként valóban ra, szintén rangos folyóiratnál megjelent, és egy hasonló rangos folyóiratba küldtük be az előző körben, ez a második hely volt, ahol végül megjelent, és ott a szerkesztő egy, egy olyan a témát jól ismerő kollega volt, akinek vannak nagyon-nagyon jó helyen megjelent cikkei arról, hogy ennek a klasszikus modellnek mi a jelentősége, és hogy ez milyen fontos. És mi beküldtük ezt a, ezt az egyik cikkünket, ahol ugye azt mutatjuk, hogy a klasszikus modell az lehetséges, hogy egy tévedés, és ő azt mondta... Borítékolni lehet akkor a véleményét, nem? Hát va van, van, akinek van, van valami fajta belátása ezekre a dolgokra, de hogy ő, ő annyit mondott csak, hogy szerint ez a téma nem fontos. És eh, ki küldte bírálóknak, hanem rögtön visszaküldte nekünk a cikket. Mondok egy másik példát, egy egy nem teljesen, hogy is mondjam, racionális felfogásra, hogy egy másik kéziratunkban egy eléggé hát egy, egy, új elemzési módszert kellett kitalálnunk, ami matematikailag nem bonyolult, csak egyszerűen érteni kell néhány, néhány, hogy is mondjam, egyszerű tulajdonságát, például ezeknek az előbb említett korrelációknak, ezeknek a mutatóknak, hogy nulla egy között milyen szoros az együttjárás, és egy-két alapvető középiskolás matek dolgot kellene megérteni, tehát nem volt benne nagyon bonyolult matek, de új eljárás volt, és az egyik bírálunk azt mondta, hogy hát eleve Eleve a módszerünk, amit leírunk, az teljes képtelenség, tele van tévedésekkel, és hogy az egész rossz, és rá is mutatott arra a bekezdése, amelyik például szerinte teljes képtelenség. A probléma az az volt, hogy... A probléma ott az volt, hogy az a bekezdés, az nem a mi módszerünket írta le, hanem az egy korábbi mindenki által használt módszert, és ő annyira nem értette, hogy miről van szó, hogy azt gondolta, hogy majd bennünket fog, nem tudom, kritizálni, de valójában azt a módszert kritizált, hogy az teljes képtelenség, amit mindenki használ. És ilyen történetből sajnos nagyon. Sok van, szóval a, a kollégáknak egy másik része, tehát és a bírálóknak egy másik része teljesen ellenáll irracionális módon ennek az ötletnek, és hát van a, a, a lektoroknak, bírálóknak egy olyan része, aki meg nem nagyon érti a dolgot, nagyon nehéz a szerkesztők dolga, hogy hogy olyan bírálókat találjanak, akik értenek hozzá rá, szánják az időt, és így tovább. Ez, mind, ez mindig probléma a, a mostani publikációs rendszerben. És akkor ennek a, az eredménye, hogy ilyen nagyon vegyes volt a, a, a bírálóknak az összetétele, és majdnem minden lapnál volt legalább egy berzenkedő, ezért nagyon nehezen tudtuk, kihozni ezt az első cikket. Sokszor lehet ilyet látni a tudományban, hogy nagyon nehéz ezeket a váratlan ötleteket átnyomni. Mert nem van egy iskolát Hát Igen. nem tudom, hogy ez, nem gondolom, hogy ez mennyire iskola alapítás, de az minden esetre ez, ez sok kollégának túl váratlan ötlet volt ahhoz, hogy, hogy ő ezt, ezt könnyen befogadja. Ez mind szép és jó. De vajon ennek mi a gyakorlati haszna alkalmazása, vagy hol jelenhet meg ez a nem is tudom, pszichológia, illetve a mateknek a szinterén? Ha, ha messziről nézzük a dolgot, akkor általában a, a kísérleti pszichológiában bármilyen alapkutatás az, az azt a célt, Tudja később szolgálni, hogyha értjük az alapjelenségeket, akkor később sokkal könnyű fejlesztéseket, meg különböző alkalmazási témákat kitalálni. A klasszikus modellnél nagyon sok ilyen próbálkozás volt, hogy azt hogyan lehet használni, és hogy az előbb, az első blokkban egy kicsit említettük, vagy érintettük ezt a témát, Korábban a klasszikus modellnél sok olyan adat volt, ami azt mutatta, hogy például annak a rendszernek, az evolúciósan ősi rendszernek az érzékenysége, az bejósolja azt, hogy ki mennyire jó matekórán, illetve hogyha azt trenírozzuk, akkor jobb lesz a matematikai teljesítmény. Most ez a mi Modellünk szempontjából zárójelbe hozzáteszem, ez egy fura eredmény, de van erre nekünk magyarázatunk, hogy miért jöttek ki ezek az eredmények. Sőt, a különböző, most az utóbbi években megjelennek ö, olyan adatok, amik azt mutatják, hogy ezek a mérések többszörösen is különböző hibákat tartalmaztak. És visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mire jó ez az egész, szóval azt feltételezték a klasszikus modellnél is, hogy ha értjük a számmegértés alapját, akkor hatékonyabb matematikai tréningeket, óraterveket, vagy például a számolási zavaroknál, a diszkalkuliánál, ott hatékonyabb diagnózist tudunk összeállítani. És hát, hogyha az a modell nem igaz, akkor az egyik alapvető lehetőség az az, hogy akkor a mi modellünket is esetleg lehet arra használni, hogy bejósolja a matematikai teljesítményt, fejlesztést tudjunk kidolgozni, és így tovább mi magunk most kezdünk el néhány olyan mérést, ahol, ahol ennek a lehetőségét vizsgáljuk. Nem akarok nagyon előre szaladni, és nem nagyon szoktunk olyasmiről beszélni, amik, amik folyamatban vannak. Valójában nekem az a, az a gyanúm, hogy a mi modellünk nem fogja megmagyarázni elég jól a, a, az iskolai teljesítményt. Oda valami hmm. harmadik dologra van szükség, más-más típusú rendszerekre, de az, a, a, arról alig tudunk bármit, úgyhogy erről igazán nem, nem tudok Lehet, most hogy ezeken de... a helyeken mondjuk a régebbi modell volt az, ami helytállóbb. Adott? A régebbi modellről azt mutattuk ki, és egyre több adatunk azt mutatja, és nem látunk ellen példát a szakézolomban, hogy nincs szinte semmilyen szerepe az iskolai Aha. És mások adatai is, akik kritikusan nézik újra az utóbbi mondjuk 10-15 évnek az anyagait, azt mutatják, hogy valójában az egy, az egy zsákutca volt. És a klasszikus modellnek nincs ebben szerepe. Azt meg lehet nézni, hogy a mi modellünknek van-e ebben szerepe, meg fogjuk mérni, vagy mások meg fogják mérni. Én azt gyanítom, hogy Ráadásul ennek sincs akkor a szerepel, hanem harmadik meg negyedik dolgokat vagy rendszereket kell keresnünk, ami valószínűleg jobban megjósolja azt, hogy valaki jó matekos vagy rossz matekos, vagy hogy éppen diszkalkuliás vagy nem diszkalkuliás. Ez a diszkalkulia már többször előjött. Engem nagyon érdekel, hogy ez pontosan mit jelent. Ez azt jelenti, hogy ez a rendszer, amiről most, most beszélünk, ez hibás, vagy rosszul működik, vagy valamilyen más hibás folyamat van a háttérben, vagy ezt, ezt, ezt hogy kell elképzelni? Lehet, ezt meg lehet ezt javítani, vagy kvázi meggyógyítani, mondjuk valahogy. Reményket. A, az egyik alapvető dolog, hogy senki nem tudja, hogy mi áll a háttérben egyelőre. A kísérleti pszichológia felől az a mindig a remény, meg a, a, a perspektíva, hogy Végső soron összeállítunk egy szép listát arról, hogy milyen modulok vannak a fejünkben, az elménkben, és hogy melyiknek mi a szerepe, és aztán meg tudjuk állapítani, hogy a különböző például tanulási zavarok esetében melyik rendszernek a sérülése vagy rosszabb működése áll a háttérben. Mind a, a minden mai napig nem tudjuk, hogy a diszkalkúlia esetében mi a probléma. A, talán a, az utóbbi évtizedekben egyik leghangsúlyosabb ötlet az az volt, hogy az evolúciósan ősi rendszer romlik el, amiről egyre több adat, és a mi modellünk is azt mondja, hogy... Valószínűleg ez nem jó modell, ez nem jó magyarázat. De hogy mi a helyes magyarázat, azt egy, egyelőre nem tudjuk, és e, ez. Az, az se biztos, hogy ma már egyáltalán ismerjük azt a modellt, ami, azt, a, azt a reprezentációt, vagy azt a modult, ami elromlik náluk. Uh -huh. Általában azt szoktuk minden ilyesfajta sérülésnél, tanulási zavarnál, bármilyen rendellenességnél feltételezni, hogy valamelyik modul vagy modulok rosszul működnek. És ami a kérdés másik részét illeti, hogy vajon mennyire lehet ezt javítani, uh, trenírozni, Fogalmam sincs. Egyelőre senki nincs, aki tudja. Azt látjuk, hogy ha trenírozzuk, akkor ez javulhat valamennyit, de ez önmagában nem meglepő. Bármit, amit gyakorlunk, az javulni fog valamennyire. Ez akkor is így van, hogyha valakinek van valami problémája. Tehát, hogy, hogy egy, egy könnyen átélhető vagy, vagy, megérthető példát mondjak, ez nem csak mentális problémáknál van így, hogyha teszem azt valaki bármi miatt mondjuk sántít, akkor ő lassabban fut, és hogyha fog edzeni, akkor magá ahhoz képest ő gyorsabban fog futni. A kérdés az az, hogy van-e valami speciális eljárás, amivel ő úgy tud futni, mint a többiek. Most ebből a megfontolásból én azt gyanítanám, hogy nem nagyon tudunk ilyen eljárást, és azt gondolnám, ez nem feltétlenül lesz jó hír azoknak, akik bármilyen tanulási zavarral küzdenek, hogy nem tudom, hogy lehet-e ilyen, ilyen, ilyen eljárásokat kig kigondolni. Itt inkább én azt mondanám, hogy érdemesebb azt megtalálni ilyen esetekben, hogy mik azok a rendszerek, amelyek jobban működnek, és akkor az ember az életnek arra a területére fog mm. menni, amiben ő maga jó. Köszönöm. Az összes diszka a nevében a választ. <laughs> és bármilyen más tanulási zavaros igen, nevében. Igen, igen. Vagy. Vaj, vagy sántikálók nevében. Igen. Hát köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Nagyon izgalmas volt végre, Abszolút. megértettem nagyjából. Nem biztos, hogy visszamerném mondani, de nagyjából megértettem azt, amit a erről szóló cikkek olvasása alapján nem. Én is köszönöm szépen. Következzen a hírkvíz második fordulója. Az előző egy picit kaotikusra sikerült, Legábbis történelmet írtunk, olyan még nem volt, hogy egy ugyanazt a kérdést hoztuk volna mind a ketten, most ez előfordult. Ugyan, nem kaotikus volt, hanem egy történelmi forduló volt. Igen, ez is, is szebb talán. De akkor én felteszem a második kérdésemet, remélem ezt nem fog ütközni a tiéddel. <síns> Viszonylag kevés időm volt híreket nézni, úgyhogy. Egy Gétán Duga nevű ember bár már 1984 óta nem ér, és elnézést most a kis furcsa képzavarért, de mégis fellélegezhet, hiszen felmentették egy vád alól, miszerint ő volt a uh, patient zero, az a nulladik páciens, aki behozta az első hívfertőzést Amerikába. Oh. Um, de ezt nem feltétlenül tudjuk tudományosan bizonyítani egyelőre. Ez egy 70-es években íródott könyvből derült ki, amit Randy Shields írt egyébként. Ez egy ilyen újságírói oknyomozó regény Aha. volt, ami inkább más, mint tudományos szempontok szerint próbálta felkutatni, hogy hol indulhatott, vagy hol lehetett az első fertőzés, és aztán hogy alakult ebből nem is járvány, de valamiféle elterjedés a, a kontinensen. És ő azt mondta, mivel az első 248 esetből 40-ben köze volt ennek a egyébként kanadai, mi is volt a utaskísérő, kísérő, légi utas kísérő volt, elég sok esethez volt köze, de most... Így akarod finoman megfogalmazni, hogy ilyen nemi úton adta tovább a... Igen, 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 igen. Jó, igen, oké. Ráadásul elég aktívan. Most azonban egy kutatás, amit Michael Vorobé, egy evolúcióbiológus vezetett az Arizona Egyetemen, kiderült a 70-es évekből szerzett vérminták vizsgálata alapján, hogy nem ez a figura volt az, akit erről feltételezték, hogy ő volt az első. Ah. A kérdés pedig az, hogy honnan származik a betegség, és hol került be először az Egyesült Államokba. Ah, valószínű... ah, hogy a. A hiv beszélünk, a vírus, hol... a vírus Igen, Aha. igen, igen, a vírus hol jelen meg először? A betegség nyilván azért. Valószínűleg New Yorkban jelent meg, és egy a karibi térségből Haiti környékéről származik a vírus, aztán innen terjedt el. B. A nyugati parton jelent meg, először is afrikai eredetet mutatnak a vizsgálatok, vagy pedig C. Texas környékén jelent meg, és dél-amerikai, közép-amerikai eredetet feltételeznek. Mármint, hogy eredetileg onnan származik a vírus, vagy onnan jött az a hordozó, aki, aki behozta? I igen, pontosan. A második? Hát euh, Amerikában valamelyik területen jelent meg először, de úgy, hogy oda egy olyan helyről hozták, amit... Ja, értem, de, de, nem az a vírusnak a, kiindulópontja. kiinduló pontja. Már hogyan? Hát, hogy a vírus valahol kialakult, evolválódott, nem tudom, valamiből. Igen. Hát euh, én úgy tudtam, vagy nekem úgy rémlik, hogy Afrika, de mivel ez, euh, ez valami új kutatás, ami más szemszögből világítja meg a dolgokat, ezért gondolom, azt kizárhatom. Hát, lehet. Mondjad, mik voltak a lehetőségek? Az egyik a New York környékén jelent meg az a figura, aki, aki először hívvel diagnosztizálták, vagy behozta az Egyesült Államokba, és ő azt a HIV a a szigetekről szerezte meg, vagy szedte össze. Vagy a nyugati parton, ez Los Angeles környéke és afrikai eredete az a vírus, ami benne is volt, vagy pedig Texas környékén is dél-amerikai, közép-amerikai eredetű. Hát... Én valahogy úgy gondolnám, hogy inkább ilyen nagyvárosok környékén indulhatott, de mivel New Yorkot kizártam az előbb, ezért azt mondom, hogy a nyugati part. De nem a afrikásat zártad ki, az pedig a nyugati parthoz kötődik. Ja, akkor ak New York. New York. Tehát New Yorkban járt meg, és a karibi térségből származik ez a dolog? Hát legyen, ez, ez most így, így lőte bele a vakvilágba. Jó, igen, stimmel. Á, valóban, valóban de akkor a karibi térségből származik maga a híd. Igen, ez úgy, úgy, zajlik ez a dolog egyébként, hogy megnézték ennek a 70-es évekből származó vérmintából, kiszedték a vírus, megszekvenálták, és a vissza lehet kutatni, hogy a vírus genomjában lévő részletek, azok megjelennek egy ilyen családfa -szerűen a más vírusokba is, amit esetleg később találtak különböző páciensekbe, és akkor ezek alapján felítottak egy ilyen családfát, amin, ö, ami oda vezetett vissza, hogy egy, egy olyan vírus féleség, vagy mutáció, vagy nem tudom, fajta lehet, ami a karibi térségben most is megtalálható emberek, Aha. emberekben van. Ez érdekes. érdekes. volt. Igen, igen, Biológia iránt kevésbé érdeklődők számára a szekvenálás azt jelenti, amikor a Feltérképezik a genetikai DNS állományát, a DNS-ét adott Így van. És ebből nagyon sok mindent meg lehet állapítani. Például, azt, hogy a bonobók <laughs> és a csimpázok <laughs> néhány évezreddel ezelőtt bizony-bizony bizony összeakasztották, ezt a bajszukat. Összeakasztották, hogy száz év, év, évszázezreddel ezelőtt nagyon izgalmas szó. Na jó, nézzük. E, igazság szerint az én híremben sokat vaciláltam, hogy berakjam el mennyire tudományosan megalapozott. E, de végül is voltak már eddig is kis színesek, úgyhogy legyen. Legyen. Két Michigani Csontkovács e jelent meg október végén egy tanulmánya, amiben kísérletileg igazolták, hogy a kisebb vesekövek eltávolításában segítséget jelenthet. Olvastad? Nem, csak figyeltem. A. Pont, 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 igen. A. A főnöki szigor. Statisztikai összefüggés mutattak ki ugyanis a főnöki lecseszések és a másnapi spontán vesekő távozások között. Ezt tesztelték is néhány jó vagy megfelelő stádiumban levő páciensük feletteseivel titokban egyeztettek, hogy az dorgálja le a beosztottját. Tízből hat esetben kis idő elteltével jött is a kő. Wow. Az, jó, nem mondok magyarázatot, de ilyen stressz szintek változásával Aha. igazolják ezt az egészet hogy mi segíthet még, vagy mi az, ami igazán segít, B, a hullámvasutazás. A hullámvasutak a szuszt is kirázzák ugye az emberből, több páciensük is jelezte, hogy Disneyland után megszabadultak a kőtől, hogy kipróbálják, 3D nyomtattak vese modellt, megtöltötték vizelettel, és azzal mentek Orlandóba, és valóban működött a dolog. <laughs> Felültek egy 3D nyomtatott művesével a hullámvast, és azt rázogatták? Hát az egész úgy utat ber berakták. C. A nőknél az intim együttlét úgynevezett doggy van. Igen. Ugyanis volt egy elméletük, hogy ilyenkor az erőhatások iránya épp megfelelő a kő leváláshoz. Másrészt a hormonális helyzet is kedvező, ugye kellően relaxált állapotban van az alany. A páciensek és férjeik közül toboroztak önkénteseket a kísérletekhez. Két év alatt 68 párt osztottak szét csoportokra. Két csoportra mindkét esetben vállalták, hogy csak bizonyos pozíciókban élnek nem életet. A dogisztályos csapatban 71%-kal nagyobb eséllyel távozott a kő magától a másik csoporthoz viszonyítva. Ugye a kisebb vesekövek maguktól is ki tudnak jönni, csak igen, igen. nem mindegy, hogy milyen nehézségek árán, vagy, vagy hogyan. Eléggé most ráfeküdtél hm. erre a szex témára, így képletesen értve. Hát amikor... Ahogy... A... <haz> Mert most mindkét kérdés ugye ez. Amikor... Ja igen, ez nem volt semmilyen összefüggés. <haz> amikor megláttam a cikk címét egy szószó -szó hivatalos szakmai lapban, ugye ez a csontkovácsok vagy osteopaták amerikai szövetségének lapjában, nagyon vicces volt a címadás. Már a forrás is, vagy a forrás is gyanús alapvetően, én ebbe a csontkovás dologban nem tudom, hogy ez mennyire valid, forrása az ilyen figyelj, információknak. Amit, amit, elvégeztek kísérletet, most lehet vitatkozni a statisztikán, meg, meg ilyeneken, de tök korrekt volt. Volt egy elméletük, arra felépítettek valamit, egy gyakorlati megvalósítást, és Aha. Szóval kutya jó, de akkor gyorsan még egyszer végigfutok rajta. Tehát utolsó volt a kutyapóz, ezt, ezt tartom a legvalószínűtlenebbnek, de ilyenkor szokott az lenni, hogy valószínűleg. Ez, ez a hullámvasutazás, mintha erről már hallottam volna. Egyszer, és most, hogy felolvastad, így valami derenget, mintha valami ilyesmi már egyszer szembe jött volna az internetem. A főnök lecseszése pedig, hát nem tudom. Bár a vese azért köze van bizonyos hormonok termelődéséhez, mondjuk, ami a stressz hát közben. Van. Pont De ez ezt használtad igaz. ki, hogy valószínűleg. Jelöljük meg a kutyapózt! Nem, nehogy kutya meg mondod, a kutyapószt, hogy most mondod, hogy ez nem lehet. Hapsz, csak segíteni akarok. Ö... Jó, legyen a hullámvasút, mert ez a, ez a, tetszik, ez a, koncepció. 3D nyomtatott, húgyutak, akármi, hát tényleg megcsinálták. Igen, így van, nyertél. Tényleg nyomtattak egy 3D modellt, el is mentek hullámvasutazni, előtte azért kértek engedélyt, mert úgy gondolták, hogyha többszöri hullámvasutazással ugyanaz a férfi pár nyilván ilyen középkorú férfiak, orvosok vagy csontkovácsok Igen. egy hátizsákkal fel akarnak menni, az biztos gyanús ö, lesz. Gyanús lesz. <laughs> és amikor felvázolták a kutatási elképzelésüket, akkor azt állítják, hogy azért kaptak állítólag sokkal könnyebben igent, mert hogy az illető, aki ezt elbírálta, annak veseköve épp volt most így. ment ki a veseköve, úgyhogy mondta, hogy oké, okay, mehettek. Úgyhogy ott hullámvas utazgattak és nézték, hogy De milyen méretű jó. kövek, meg hogyan jönnek ki a... 3D nyomtatott modellből. Ez nem azt jelenti persze, hogyha valakinek verseköve van, az Most azonnal Most azonnal Végül a télből, a vagy a közelgő télből elmenni Miami, vagy Orlandóba szerintem Megéri. egész jó lehet. Hát, ha más nem kijön a vesek. Szóval, hogy a repülőn kelljen majd Kipisíni valahogy ott kell Kellemetlen lehet nekem. Nekem, nem volt nekem se, és hallottam sztorikat, és inkább. A se Gyakran hullámvasüt azok, hogy még nagyon pici <laughs> állapotban. Még homok kijön, korában akkor... kijöjjött. <laughs> <laughs> akkor még nem is tudom, hogy ott van. Na jó, akkor. Egy-egy lett. Igen. Jó van. Baráti eredmény. Jó van, történelmi pillanat után. Igen. Most pedig nézzük, hogy ki lesz a jövő heti vendégünk. Képes Gámbort hívtam meg, aki egy nagyon érdekes figura. Megszállott számítógéprajongó, nem úgy, mint ahogy azt sokan feltételeznék, hogy milyen egy számítógéprajongó. rajongó. a 80-as években kezdett el számítógépeket gyűjteni. Wow! Úgyhogy nagyon sok érdekes történet lesz. Úgyhogy azok, akik érdeklődnek a régi technikai retro PC-k iránt. <gül> <gül> retro PC-k iránt, azok feltétlenül hallgassák jövő héten is a szertárt. Addig is még jön a jövő heti műsor, iratkozzatok fel a Szertár podcast csatornájára azon a podcast alkalmazáson, amit éppen használtok. Vagy Soundcloudon is követhettek minket, ha pedig közte vagytok annak a kb. 15 ezer feliratkozónak Youtube-on, akkor nálatok már automatikusan ott fog lendolni szombaton a Szertár. Ha viszont már csütörtökön meg szeretnétek hallgatni az adást, akkor támogassatok minket egy jelképes havi összeggel a Patreonon, a Patreon felületen ugyanis, mert csütörtökönként megjelenik hallgatható formában a podcastünk. Találkozunk jövő héten. Sziasztok! Hello.